csak a Diós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr. Ez a Csillagpont Rádió a 103 MHz-en, és benne a DVTK magazinját hallják Martini Emillel, csak a Diós Győr címmel. Vendégségben vagyunk, méghozzá a megújult Diós Győri stadionnak a DVTK shopjában, amely még most egyelőre zárva van, de majd május 5-én, amikor lesz az avató, akkor kinyitja a kapuit. Akinél még vendégeskedünk, az 60-i Olivér, köszöntelek, mint barátomat is, és természetesen, mint ennek a DVTK shopnak a gyakorlatilag mindenesét. Egy kicsit ismerkedjünk meg magával a DVTK shoppal, egy kicsit az előzményekkel kapcsolatosan kérnélek, hogy tájékoztass minket. 6 évvel ezelőtt nyitottam meg kapuit a DVTK shop, a kor kihívásának megfelelően, mint minden modern klub szeretné a szurkolóit kiszolgálni azokkal a termékekkel, amivel a szurkolók akár a mérkőzés napon, akár pedig a mindennapokban tudják viselni és képviselni a DVTK-s színeket. Alapvetően a stadionnál, illetve a belvárosban is volt shop, illetve többször volt az, hogy volt költözés, egyik bezárt, másik bezárt. Most viszont olyan helyzet alakult ki, van egy ultramodern stadionunk, értelemszerű volt, hogy lesz egy ultramodern shop is a stadionon belül, és az a stratégiai döntés született, hogy itt koncentráltan várjuk a kedves szurkolóinkat, hogy ki tudjuk őket szolgálni. Egy kicsit a termékekről, illetve azok népszerűségéről, hiszen egyre többen és többen hordják, viselik a DVTK shop által forgalmazott termékeket, látom a városban, természetesen a mérkőzéseken is, akkor egyre népszerűbbek, ugye? Ezek a különböző termékek, de mik ezek a termékek pontosan? Igazából nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mi szurkolóink folyamatosan és nagy mennyiségben vásárolják és hordják ezeket a termékeket, hiszen ahogy a szurkolóink száma is gyarapszik, és ahogy régiós klub vagyunk, és ugye 3 megyének a csapata vagyunk, így a szurkolói létszámunk, ami sosem volt alacsony, ugye nő, és ugye itt magát a klubot szeretik a szurkolók, tehát január 1-től december 31-ig folyamatosan vásárolnak, és akkor a termékek kínálatáról. Természetesen alapvetően 2 nagy termékcsoportot különböztetünk meg, az egyik az a kifejezetten a meccsnap használatos termékek, legjellemzőbb aztán mindenkinek egyből az úri be a sál, ami kifejezetten egy meccs, egy ünnepnapi termék. A másik osztály pedig az, ami a mindennapokban is viselhető. Itt a mesztől kezdve póló, kapusznis felső, ugye legnépszerűbb termékeket, sapka, baseball sapka tudom kiemelni. És hát gyakorlatilag igazából úgy építettük fel a termék kínálatot, hogy a pár száz forintos termék, ami esetleg a jegyvásárlás után marad egy kis apró a zsebbe, valami apróságot szeretnék vinni haza a gyereknek, tehát egy nyakbaakasztó, egy műanyag úti pohártól egészen a prémium kategóriás termék, ami mondjuk gyakorlatilag lehet egy névre szóló számmal, névvel ellátott mez. Ha már említetted azt, hogy ugye egész évben ugye nyitva tart, és egész évben tart gyakorlatilag a DVTK szurkolók részéről a vásárlás, vannak azért kiemelkedő időszakok, például a karácsony, de például az is kiemelkedő időszak lehet, amikor ugye nyer a csapat, vagy jobban megy a csapatnak, ezeket hogy tapasztalod, meg vannak ezek a hullámvölgyek? Természetesen azért mindig a szezon kezdet az egy nagyon erős időszak, hiszen ahogy indul a szezon, új szezonra új sárdukál, kinőttük a tavalyi pólót, mondjuk a gyerkőc már abban a korban, hogy ki tudjuk már először vinni meccsre, hát nehogy már ne DVTK-s kulcsi legyen rajta, vagy melegítő. Meg hát nyilvánvalóan, ha jobban megy a csapatnak, csak jobban választják szórakozásul, és akkor értelemszerűen jobban is vásárolnak. Ha megnyer a csapat, akkor jobban, ha azt észreveszik, azért sokkal jobban, szívesebben költenek, tehát jobban megnyílik a pénztárca, de azt hiszem, hogy ez teljesen természetes, az világszintű trend. És hát, ahogy említetted is, november 2. felétől december 24-én 12 óráig egy nagyon-nagyon intenzív, erős ajándékozási időszakról beszélhetünk, amikor nagyon fel kell készülnünk arra, hogy ne fogyjunk, és folyamatosan a keresett termékek mindig rendelkezésre álljanak. Oliver, mielőtt arról beszélnénk, hogy aktív részese vagy ugye az értékesítésnek, és aktív részese vagy a dizájnnak is, erről majd egy picit később, de az is köztudott rólad, hogy nem egy és nem kettő stadionban jártál már, nem egy és kettő klubot láttál már, és talán ott is betértél a shopban, tehát át lehet-e valamit emelni a különböző klubok, nagy klubok shopjaiból? Mindenféleképpen, ugye jó pap Holtig tanul. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy alkotó közösségnek a tagja lehetek itt a klubba, ahol a klub élet igazából megvalósul, és a szűken vett, mondjuk nevezzük, én shop csapatnak szoktam mondani azt a 3 kolléganőmet, akivel ezt a magot alkotjuk, Judit, Niki és Angéla, bevonva természetesen a marketing osztály egyéb tagjait is. Folyamatosan egyeztetjük a terveket, kérünk dizájnerek segítségét, és hát persze, én nagyon
örülök annak, hogy munkám a hobbim, és ugye nagyon szeretem a sportot, rengeteg helyen járok, és az esettanulmányokat kielemezve alkotunk dizájnt, és ha látunk egy jó ötletet, akkor azt becsatornázzuk, és a döntési folyamat után megvalósítjuk. És ha már említetted itt folyamatosan az újdonságokat, ugye igyekszünk kiszolgálni a kedves vásárlókat, természetesen május 5-ére is készülünk egy-két meglepetéssel, ami még eddig nem volt, tehát új termékkel. Én úgy gondolom, hogy értékesítésben, kereskedelemben ez teljesen trendi és elfogadott. Ennek így kell lennie. Természetesen vannak standard termékek, ami folyamatosan mindig vannak, és gyakorlatilag minimális láncfelvarrás szükséges, de mi is igyekszünk mindig megújulni. És hát természetesen, ahogy a világ változik, úgy próbálunk mi is változni vele. Gondolok itt akár a webshopra, ami gyakorlatilag a modern világ velejárója. Ezt is természetesen tavaly évtől elindítottuk, úgyhogy minden csatornán igyekszünk kiszolgálni a szurkolóinkat. Oliver, melyik a személyes kedvenced, hogyha lehet ilyet kérdezni? Gondolom, sok minden termék a szívedhez közel áll, de melyik a kedvenc? Talán a leges legnagyobb kedvenc az a tavaly februárban kijött úgynevezett, mint tépőspólónak, így is van fent a webshopon is tépőspólónak hívott változat, ahol egy két izmos kéz, mintha egy 3D-s grafikával tépi le saját magáról a pólót, és alatta pedig kivillan a Szent József György címer. Ennek a fekete változata, amit nem csak én, a kollégáim is, hanem a szurkolók is talán leginkább imádnak, úgyhogy ez a number one. Szolgálati közleményekkel folytassuk, hogy mikor nyit a shop, meddig lesz nyitva, illetve gyakorlatilag azt is, hogyha valakik nem tudnának ide eljönni, mert idejük esetleg nem engedik, interneten is gondolom, hogy meg lehet a termékeket nézni. Természetesen a webshopunk továbbra is nyitva tart, tudnak rendelni a kedves vásárlók, kedves szurkolók 024-ben, és amire nagyon büszkék vagyunk, ha már webshop, hogy Magyarországon először, tavaly novembertől elrendeztük azt a rendszert, aminek segítségével gyakorlatilag világszinten rendelhetőek. Ugye nagyon tudjuk, hogy nagyon sokan élnek az óhazától távol, és mind Nyugat-Európában, mind Észak-Amerikában ki tudjuk ezeket a termékeket szállítani gyakorlatilag párnapos határidővel, nagyon kedvező feltételekkel ugyanúgy hozzá tudnak jutni. Tehát ha például egy Angliában dolgozó kedves Diózsér Drucker szerdán észreveszi, hogy a kedves cimborájának szombaton születésnapja van, akkor pár kattintással, PayPal fizetési rendszerrel már meg tudja rendelni, és meg tudja köszönteni a Diózsér szurkoló Londonban élő cimboráját. Ez a riport nem múlhat el anélkül sem, hogy a megújult stadionban vagyunk, május 5-én stadionavató. Te, aki gyakorlatilag majd, hogy nem eddig életedet a Diózsér Györgynek szentelted, munkád és szíved és minden tekintetében. Te hogy gondolsz erre a stadionra? Hát természetesen egy ünnepnap készülődik. Most nyilván itt mindenki a stábban a harcos hétköznapokat éli, és néha még fel sem tudjuk azt fogni, hogy mekkora ünnep közeledik, mert a mindennapok harca lefoglal minket, de úgy gondolom, hogy ez 5-én mindenképpen át fog csapni egy ünnepi hangulatban, hát óriási felfokozott várakozással természetesen, hiszen már munkánkból kifolyólag többször jártunk, egyeztettünk a stadionban, felmértünk, dolgoztunk, tehát mi már birtokba vettünk, megbarátkoztunk a stadionnal, de nem lehet vele betelni. Úgyhogy dupla púzussal, tripla púzussal, de nagyon-nagyon várjuk és vágjuk a centiket. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Velem szemben Csöbör Katalin képviselőasszony, lelkes támogatója már évek óta a DVTK-nak. Mit jelent önnek ez a diósgyőri család? Az az igazság, hogy én nagyon kedvelem a sportot, bár sosem voltam élsportoló, de nagyon büszke vagyok rá, hogy a DVTK, ugye itt Miskolcon van, és ez mondjuk az egész észak-magyarországi régiónak kedvenc csapata, de már az ország egyik legnagyobb egyesületévé vált a DVTK, hát hogyha főleg a sportágakat is tekintjük, nekünk büszkeség a DVTK csapata. Én nagyon örülök, hogy a DVTK tanácsadó testületének egyben tagja is lehetek, hiszen a DVTK az a egyesület, illetve a sportklub, akinek a leghűségesebb szurkolótábora van. Tehát legyen az foci meccs, legyen az jégkorong meccs, vagy a kosárlabda csapata is a DVTK-nak. Rengeteg szurkoló érkezik innen helyből is, a megyéből, és az észak-magyarországi régióból is. Úgyhogy jó egy ilyen közösségbe tartozni. Hadd kössem át egy picit azokkal a fejlesztésekkel, amelyek ugye Diósgyőrben megvalósultak, és a jövőben is meg fognak valósulni, mert azáltal, hogy kibővül
épült a DVTK család különböző szakosztályokkal, amellett ugye természetesen rengeteg gyermek is került utánpótlás szinten a Diósgyőri családba, különböző szakosztályokhoz, és most már nagyon-nagyon jó körülmények között tudnak ugye felkészülni, akár a jövőre is, lehetnek akár profi sportolók, de egészséges fiatalok, egészséges emberek is. Ezek a fejlesztések ugye tovább folytatódnak. Mit lehet ezekről tudni, mit lehet erről az egész DVTK beruházásokról, amelyek most látszódik a stadion környéke megújul, és újabb pályák, illetve csarnokok létesülnek. Én egy borsodi nő vagyok, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt élek, hiszen van bükkünk, vannak jó minőségű vizeink, már mint a gyógyfürdőt tekintetében, jó minőségű víz, amit ihatunk. Ezek mind az egészséges életmódhoz hozzátartoznak, és ez a DVTK utánpótlás központ is, és stadion is, itt a bükk alatt egy csodálatos környezetben épül, ami, tehát hogyha fölmegyünk az utánpótlás központnak a tetejére, van egy gyönyörű terasza, és körbenézünk, akkor már az ember egy nagy levegővétellel jobban és egészségesebbnek érezheti magát, de természetesen ahhoz, hogy egészséges legyen, sportolni kell, az időt rá kell szánni. Gyönyörűek, és büszke vagyok erre az utánpótlás központra, és köszönet a DVTK vezetésének, tulajdonosának, hogy ezt kialakította itt Miskolcon, Borsodban, ahol nagyon sok gyerek büszkeséggel és dicsőséggel tudja vállalni, hogy DVTK tag, utánpótlás tag, és hogy itt edzhet természetesen profi edzőkkel. És hát ugye, aki most 10 éves, ez a 10 év egy villanás, és akkor 20 éves, és már lehet, hogy az ország büszkesége lesz, és a legjobb focistája, sose lehet tudni. Most itt körülöttünk, hogy a gyerekek rugdossák a labdát, ezek mind az első lépések. Ugye most már új szakosztályok jöttek létre, illetve fejlesztjük őket, több lehetőséget adunk nekik, legyen az a sakk például, a pingpong, és sorolhat még rengeteg minden, de például Lilafüred mellett a kalandpark, ami ugye egy szórakozási lehetőség is a családoknak, nem csak a gyerekeknek, hanem családoknak hétvégi szórakozási lehetőség, ahol libegőt lehet használni, és fel lehet menni a bükkbe. Oda tervezünk egy olyan kerékpárpályát, ahol úgy tudom, ezt ilyen downhill pályának mondják. Nem próbáltam még, de hogyha ki fog alakulni ez a pálya, én láttam már ilyet külföldön, akkor valószínűleg meg fogom próbálni. Terve van, hogy ahol gyerekek is tudnak lejönni, vagy anyukák, ugye a bátrabb férfiak, azok sok mindent megpróbálnak. Tehát a lehetőséget kell szerintem megteremtenünk, és egy jó együttműködéssel, tehát egy jó klubvezetéssel, természetesen a kormány támogatásával is, hiszen ez mindannyiunk érdeke, akkor szerintem a határ a csillagos ég. Tehát én a legnagyobb erőt, a legtöbb erőt az együttműködésben találom, és az, hogy az akarat kell meghozzá, és már a szót fekve is ki lehet mondani, de utána cselekedetekre van szükség és tettekre. De szerintem ez látszik a mostani fejlesztéseken. Most, hogy a stadion is el fog készülni, az ugye már egy jó közérzetet biztosít a szurkolóknak, és szerintem családok is szívesebben fognak jönni majd, de az utánpótlás központ pedig mindenféleképpen a fiataljainknak, a gyerekeknek jelent egy biztonságos edzési lehetőséget. A kormány támogatásának köszönhetően pedig ez a DVTK család ez kibővült, hiszen ugye Salgótarján, Eger, Rimaszombat, a felvidéki rész is bekapcsolódik ebbe az úgynevezett DVTK családba. De az elején is mondtam, a DVTK az egy olyan sportegyesület, nem csak futballklub, ahol szurkoló bázisa, a támogató bázisa az nem csak helybéli, hanem az egész Borsodabai Zemplén megyéhez tartozik, többek között Heves megye is, ugye, ahogy mondtuk, Eger, Salgótarján, Nógrád megye, és most már határon túlra is, Rimaszombatra is elmegyünk mi is, és őket is ehhez a családhoz szeretnénk, hogy tartozzanak, hiszen ők is a szurkolókhoz és a támogatókhoz tartoznak. Tehát akár merre megyek, itt a környékbe, beszélgetek az emberekkel, DVTK fanok, DVTK rajongók, és természetesen ez nekünk a jövőben azért fontos, hogy a közösségünk még erősebb legyen. Egyik sportág húzza a másikat, egyik szurkoló húzza a másikat. Nagyon kevés ilyen klub vagy egyesület tudja elmondani magáról, hogy elmegy mondjuk Nyitrára, és majdnem ugyanannyian vannak az ottani szurkolók, mint a helybéliek. És most már szerintem ez a szurkolás is. Én úgy érzem, főleg amikor családok mennek, hogy nem ellenségeskedők, hanem inkább a saját csapatunk mellett állunk ki, és nem a másik ellen. Feltétlen ezt a szurkolási és támogatói kultúrát is azért meg kell tanítanunk a gyerekeknek, hogy azért szeretjük a sajátjainkat, de másokat pedig azért gyűlölni nem kell. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr!
Rendezvények erdei környezetben, nyaralás Lilafüreden, túrák, táborok, kalandok 3-tól 99 éves korig, felnőtt kihívások, és persze mindez a természet lágy ölén a Lilafüredi Sport és Kalandparkban, azaz a DVTK Parkban Lilafüreden. Folyamatos programokkal vár mindenkit a létesítmény, és már most tavasszal, de persze nyáron és majd az ősz folyamán is. A vonal túlsó végén köszöntöm Szabó Leventét, a DVTK Park vezetőjét, aki most segítséget nyújt abban, hogy megismerkedjünk ezzel a csodálatos létesítménnyel. A parkunk ugye 3 éve nyitotta már meg a kapuit, és meglehetősen komplett szórakozást nyújt, ahogyan is mondta, bármely korosztály számára. Minden életkori szegmens ki tudunk szolgálni, gondolva itt a legkisebb gyerekektől elkezdve egészen akár a nyugdíjas korúakig mindenki megtalálhatja nálunk a saját maga szórakozását. Ugye a park egy futballtematikus parkként épült meg, szorosan kötődünk a DVTK-hoz is. Rengeteg olyan attrakciónk található, amely valamilyen szinten köthető a labdarúgáshoz. Gondolok itt arra, hogy rendelkezünk egy szabvány 40x20-as műfős pályával, Rummenigge focisulival, a játszóterünk is a DVTK színeiben pompázik, illetve egy speciális futballtematikájú szabadulószobánk is van, ahol az 50-es évek aranycsapatának a legendáját lehet újraélni, és egy picit megváltoztatni a történelmet. Mindezek mellett természetesen rengeteg olyan tipikus kalandpark jellem is megtalálható, amely a többi kalandparkban is az országban, gondolok itt akár a kötélpályára, mely gyermek, junior és felnőtt pályákból áll, tehát ez is nagyon széles életkori skálát fed le, illetve vannak kicsit speciálisabb kalandpark elemek, mint a zipline, amely egy óriás átcsúszás jelent a park felett, illetve egy szabadesés szimulátor nevezetű ejtőgépünk van. Jól gondolom-e, hogy ahogy éled a természet, úgy természetesen éled a DVTK Park is. Gondolok itt arra, hogy vannak már tavaszi programok, sőt gondolom már a nyárra is előkészültek, hiszen a tavalyi, sőt azt megelőző esztendőkben is a különböző táborok nagyon-nagyon közkedveltek voltak itt Miskolcon is környékén. Így van, így van. Hát ugye a fő irányvonal a nyári időszakban az, mint ön is említette, az a táborozás. Idén is 8 héttel készülünk a táborozó gyermekek számára, DVTK foci táborokkal. Hamarosan a nagy közönség elé tárjuk a pontos időpontokat, érdemes a honlapunkat, Facebook oldalunkat követni ezzel kapcsolatban. 1-2 héten belül kijönnek a táborok pontos időpontjai, illetve más egyéb rendezvényekkel is természetesen készülünk. Hamarosan ugye közeledik a május egy hosszú hétvégéje, oda is különböző programok várhatóak, illetve minden hétvégén érdemes kitérni hozzánk, mert mindig valamilyen aprósággal igyekszünk színesíteni a parknak a programját. Ugye 2018 labdarúgó VB éve futball tematikus parkként nem térhetünk ki azelől, hogy valamilyen a VB-hez köthető programmal ne készüljünk. Ez is hamarosan a széles nyilvánosságra tárjuk, hogy mi is a pontos programunk erre az időszakra. A foci tematikus kalandpark mellett azért természetesen más sportágok is főszerepet kapnak. Itt is visszautalnék a DVTK kapcsolatra, hogy szinte minden DVTK szakosztálynak valamilyen kis szelete megtalálható a parkon belül. Van streetball pályánk, ugye, ahol a kosárlabdázás szenvedélyének lehet hódolni. Rendelkezünk egy kisméretű téri nyári jégpályával, ott a jégkorongozók életét lehet egy kicsit átélni, rendelkezünk pingpongasztalokkal, óriásak készlettel. Tehát nagyon-nagyon sok olyan sportágunk van, ami nem tipikusan a labdarúgás, ugye, hanem más egyéb szabadidős elfoglaltságok lehetnek, és a DVTK-hoz pedig köthetőek. És még annyiban is szélesedik a kör, hogy a parkunk rendelkezik egy saját falatozóval is, ahol akár egy kellemes ebéd, vagy egy könnyed kis 10 órai uzsonna is elfogyasztható, illetve ugye a partnerünk, a Libegő is mindössze egy 500 méter kényelmes sétára található. Tehát én úgy gondolom, hogy Lilafüred és a Kalandpark egy olyan komplex szórakozási lehetőség, amely egy család számára nyugodtan jelenthet egy napos kikapcsolódást is akár. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunkban továbbra is a Piros-Fehér Klub mindennapjairól hallhatnak érdekességeket, háttérbeszélgetéseket, híreket, információkat. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martini Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszonthallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr!
Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr!